Tata természeti adottságait egyre több fotós fedezi fel napjainkban, azonban jó pár filmkockának is elengedhetetlen helyszíne volt már a város. Az elmúlt évszázad mintegy 300 megyei vonatkozású jelenetét gyűjtötte össze Csertek István filmkutató, amelyről egy előadást is tartott a Kuni Domokos Múzeumban. A mozgóképekben és fotókban gazdag bemutatón az érdeklődők többek között Dési Alfréd nevével is megismerkedhettek. A filmrendező ugyanis már 1917-ben kiszemelte a tatai helyszíneket. Nem véletlenül, a forgatókönyvíró ugyanis a helyi színházban is játszott. Dési Alfréd volt, aki mindezt tudta egyébként a Tata környezetéről, és hát ismerte a kastély összes titkát, a kert összes titkát, a park összes titkát, ezeket a titkos malmokat, csobogókat, gyakorlatilag ő mindent tudott erről a dologról, és hát el is képzelte ezeket, amikor filmforgatásokra került sor, hogy hát ebben meg ebben a filmben milyen jó lenne. És hogy nem akárkivel kezdett, egyébként csupa nagyoknak a műveit állítatta egyébként színpadra, illetve filmre, és hát valóban az akkori legnagyobbakkal kezdett el dolgozni, többek között akkor még Magyarországon volt Lugosi Béla, akit aztán később világhírű Drakulaként ismertünk meg Amerikából. Többek között az első filmben Lugosi Béla is szerepelt egyébként itt Tatán, és hát elkezdődött egy hosszú sorozat, mert hogy 1917-ben a filmtörténet szerint már 4 filmet forgatott itt a kastélyudvarban, aztán sorra jött a Kiskastély, az Angol kert ebben a mi általunk ismert helyszíneken, és hát elindult egy hosszú folyamat, amelyben egyébként Dési Alfréd Petőféről is forgatott egy óriási monumentális filmet, amelyben 10 000 statiszta szerepelt, a kor legnagyobb művészei játszhattak filmszerepet, és hát aztán ennek se vége, se hossza nem volt, mert az elmúlt 100 év gyakorlatilag azt tudta bebizonyítani, hogy Tata Komárom-Esztergom megyében az első számú forgatási helyszín, és hát rendezők sokasága jött nem csak Magyarországról, hanem akár Amerikából is ide ebbe a gyönyörű városba.